Magyarországon a leggyakoribb halálozási okot a keringési betegségek jelentik. Évente 30 ezeren kapnak szívrohamot, 7000 ember lábát amputálják, és 35 percenként kerül valaki kórházba stroke miatt. Már napi 30 perces testmozgással szinte a felére lehet csökkenteni a krónikus betegségek kialakulásának veszélyét. Számtalan ötlettel csempészhetsz több mozgást a mindennapokba. Lift helyett mostantól lépcsőn menj fel az emeletre, minden nap tégy meg legalább 10 000 lépést, egy megállóval előbb szállj le a buszról és sétálj. Válasz távolabbi parkoló helyett, sőt, ha teheted, autó helyett menj kerékpárral. Rengeteg kifogást lehet hallani, hogy ki mivel utasítja el a mozgást. Nincs időm, túl öreg vagyok, túl kövér vagyok. Valójában egy fél órát mindenki be tud illeszteni a napi rendjébe. Bármilyen életkorban érdemes elkezdeni. Kezd fokozatosan, és örömöd lesz az életmódváltásban. Ideje megmozdulni. Kezd el még ma!